Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A szivárvány. Egy borús nyári napon bánatosan üldögélt a lapulevél alatt Babóca, a katica kislány, és Bogyó, a csiga fiú. Hirtelen kisütött a napocska, és újra kék lett az ég. A nyári zápor azonban nem állt el. Csak hamar csodaszép szivárvány jelent meg az égen. Jaj, de gyönyörű, kiáltoztak. Bogyó elhatározta, hogy felmászik a szivárványra, és lecsúszik róla. Első próbálkozása azonban nem járt sikerrel. Biztosan a másik oldalról kell próbálkoznom, mondta Bogyó. Bogyó, hidd el, a szivárványra nem lehet felmászni, győzködte Babóca az izgatott csiga fiút. Ám Bogyó új tervet eszelt ki. Létrán fogok felmászni. Jaj, Bogyó, nem lesz ennek jó vége, aggodalmaskodott Babóca. Babócának igaza lett. Bogyó egyre bosszúsabb lett. Babóca kérlelni kezdte. Gyere, játszunk inkább valami mást. Bogyó azonban nem adta fel. Figyelj, Babóca, innen biztosan sikerül ráugranom a tetejére. De ez a terve sem sikerült. Babóca kétségbeesve szaladt Bogyóhoz. Jól vagy? Kérdezte. Kutya bajom, duzzogott Bogyó. Bogyó annyira elkeseredett, hogy Babóca alig győzte vigasztalni. Nézd, szedtem neked virágot, kedveskedett, de Bogyót semmi sem tudta felvidítani. Közben elállt az eső, és a szivárvány is eltűnt. Kézen fogva baktattak hazafelé. Babóca kitartóan vigasztalta Bogyót. Ne lógasd már az orrod, holnap után lesz a harmadik születésnapod, biztosan sok szép ajándékot kapsz majd. Hazaérve Babócának remek ötlete támadt. Készítek Bogyónak egy szivárványcsúszdát, gondolta magában. Akkor valóra válhat az álma, lecsúszhat egy szivárványon. A csúszda elkészítésében Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke kislány is segített. Babóca, Baltazár és Pihe a szivárvány színeire festették a csúszdát. Sárga papírba csomagolták, kék szalaggal átkötötték. A három barát csoki tortát is sütött Bogyónak. Ezután Pihe és Baltazár átkísérték Bogyót Babóca házához, ahol már minden készen állt a születésnapi zsúrhoz. Akkor most mutassuk meg neki az ajándékot, kiáltotta Baltazár, Babóca pedig átnyújtotta Bogyónak a csoki tortát. Egy igazi szivárvány, egy szivárvány csúszda. Kipróbálhatom a csúszdát? Persze, válaszolta Babóca. Bogyónak nagyon tetszett a szivárvány csúszda, újra és újra lecsúszott rajta. Pihe és Baltazár táncra perdültek örömükben. Na hát, Babóca, szólt végül Bogyó a katica kislányhoz. Ez nagyon jó ajándék, köszönöm. Aznap még sok barát eljött, hogy felköszöntse Bogyót. Eljött Ugri, a szöcske kislány, Döme, a krumpli bogár, Szellő, a szitakötő kislány, sőt, még Vendel, a szarvas bogár is. A csiga fiú mindenkinek megengedte, hogy kipróbálja új csúszdáját. Bogyó és Babóca és barátaik késő estig csúszdáztak. Aznap Bogyó különösen jókedvűen feküdt le aludni. Micsoda születésnap volt ez! Sóhajtott fel boldogan.
Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bogyó és Babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott. Gyere, Babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bogyó és Babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre. Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba. Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Vendel, a szarvasbogár. Vendel, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Vendel kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bogyó és Babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Vendel, majd mi segítünk! Azzal Bogyó és Babóca közrefogták Vendelt, és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbáld meg egyedül, kiáltott Babóca. A csiga fiú és a Katica lány elengedték Vendelt. Lassíts, Vendel! Kiabált Babóca. Vendel megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszágoldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta Babóca, és bekötötte Vendel sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte Babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő Babóca, a Katica lány, ő Vendel, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Vendel. Korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle. Ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, Babóca, Vendel és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bogyó és Babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Vendel aggódott. Bogyó és Babóca összefogódva indultak el a jégen, Vendelnek pedig Milla segített. Na hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Vendel. Milla sokáig haladt kézen fogva Vendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Vendel hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Vendel boldogan. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Roller. Egy tavaszi napon Egon, a cserebogár, nekilátott, hogy barkácsoljon magának egy rollert. Egész nap fúrt, faragott, csiszolt, ki sem látszott a munkából.
Amikor elkészült, lefestette feketére, és elindult, hogy megmutassa új rollerét a többieknek. A fiúk épp kosárlabdáztak a réten. Ott volt Bogyó, Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Alfonz. Nézzétek, új rollerem van! Én készítettem! De szép! Kipróbálhatom? Nem adom, az enyém! Csak mennék vele egy kört! Igen, mi szeretnénk menni vele, csak egy kört, aztán visszaadjuk! Nem adom! Mondta újra a cserebogár. Miközben Baltazár, Vendel és Egon veszekedtek, Döme megragadta a rollert, és elszágoldott vele. Állj meg, hozd vissza! Az enyém, és nem adtam neked kölcsön! Senkinek sem adom kölcsön! Döme lassított, és Egon hamarosan utolérte. Add vissza a rolleremet! Tessék, itt van, mondta Döme, és hozzátette. Amúgy sem elég gyors. Nem elég gyors? Na, ide nézzetek! Még hogy nem elég gyors, hiszen alig értek a nyomomba, mondta nevetve, de közben nem vette észre az út közepén tátongó nagy gödröt. Vigyázz, Egon! Kiabált egyszerre Bogyó, Baltazár és Vendel, de már késő volt. Na, ezt igazán magadnak köszönheted, Egon, okoskodott Baltazár. Egon, mi történt veled? Nagyon összeszúrtak a tüskék, és ti miért nem segítetek neki? Kérdezte egy szuszra a rózsabogár. Egon a hibás! Akárhogy is történt, akkor is segítenetek kellett volna, amikor ilyen csúnyán elesett. Gyere, Egon, itt van a közelben a házam, lemosom és bekötözöm a sebeidet. Lili leültette Egont egy székre, és langyos vízzel lemosta a sebeit. Nem is olyan csúnya. Ekkor Egon halkan sírdogálni kezdett. Én vagyok a hibás, nagyon irigy voltam. Ha nem lettem volna ilyen, akkor nem történt volna baj. Akkor legközelebb ne legyél irigy. Köszönöm, hogy segítettél, mondta Egon búcsúzóul. Nem nagy ügy, hamar rendbe jössz. Egon bicegve jutott haza. Fájtak a sebei, nem tudott felszállni a rollerre. Hazaérve gyorsan ágyba bújt és elaludt. Másnap reggel új ötlete támadt. Elővette az ecseteket, a festékeit, most pedig átfestelek rózsaszínre. Na hát, Egon, ezt neked hoztam. Köszönöm, hogy segítettél. Hiszen ez csodaszép. Átfestette? Kérdezte Lili. Igen, úgy gondoltam, feketén biztosan nem tetszene neked. Nagyon örülök neki. Át is megyek vele Babócához. Jó utat, óvatosan menj, kiáltott Lili után Egon. Egon hazasétált, és épp leült volna ebédelni, amikor kopogtattak. Szia, Egon! Kezdte Baltazár. Csak meg akartuk kérdezni, hogy jobban vagy-e? Jól vagyok, ne aggódjatok! Legyintett Egon. Megígérem, hogy többet nem veszem el a rolleredet! Szólt bűnbánóan Döme. Már nincs meg a rollerem! Átfestettem és Lilinek ajándékoztam! Mosolygott Egon. De készítek majd magamnak egy új rollert! Fordult a barátaihoz Egon. Megígértem Lilinek, hogy többet nem leszek irigy. Mindenki mehet majd vele. Egy keveset. Hurra! Kiáltotta Gömbi. Most pedig gyertek, egyetek velem. Almás pitét sütöttem. Szeretitek? Egon hamarosan elkészült új rollerével. Sötét zöldre festette. Pár nap múlva a kisbarátok mind összegyűltek a réten, és felváltva rótták a köröket a két rolleret.